Szép estét kívánok mindenkinek! A mai esti téma az epilepszia, és ehhez kötődő, hát egyéb dolgok, többek közt a Dravet-szindróma lesz. Az epilepsziáról ugyan készült már egy összefoglaló, de azóta még annyi mindent sikerült megismerni, megtudni, hogy úgy gondoltam, hogy egy új összefoglalót készítek erről a nem ritka korképről, és persze, ha a germán gyógytudomány fényében nézzük meg ezeket a betegségeket, akkor érteni fogjuk azt is, hogy hogyan alakulnak ki, meg érteni fogjuk azt is, hogy hogyan fog megszűnni. Nagyon-nagyon köszönöm Viktóriának a Facebook bejegyzését, amiben jelzi, hogy mindent végigcsináltak a fiával, választották volna az egyszerűbb megoldást, az élethosszig tartó gyógyszerezés, de inkább úgy döntöttek, rengeteg oldás, kemény, őszinte, belső munka, és ennek eredményére megszűntek az epilepsziára utaló tünetek. Nagyon-nagyon örülök ennek a bejegyzésnek, mert remélem, hogy ezt nem csak én olvastam, hanem mások is, akik itt jelen vannak ezen a mai estén. Ahhoz, hogy megértsük, hogy milyen más szempontból kellene az epilepsziát is megvizsgálnunk, természetesen bele kell néznünk egy kicsit az alapokba, hogy mi is az a germán gyógytudomány, illetve abba is, hogy mi nem tartozik a germán gyógytudományhoz. Ezeket a dolgokat tisztáznunk kell, mert ha nem tisztázzuk, akkor keveredni fognak az információk. Tehát a hiánybetegségek nem tartoznak a germán gyógytudományba, se az egyoldali táplálkozásból származó betegségek, a mérgezések se tartoznak ide, és ha epilepsziáról beszélek, akkor hát vannak olyan mérgek, anyagok, vegyszerek, amik elindítanak egy epilepsziás görcsrohamot, gyakorló házi orvos koromban a 7. üveg egri bikavér után a kocsmában az illető gyönyörű epilepsziás krízis csinált, tehát az epilepszia gyakorlatilag egy tünet, és hogy mi minden válthatja ki, azt majd meglátjuk. A balesetek sem tartoznak ide természetesen, de a baleset megélése viszont elvezethet oda, hogy egy baleset után epilepsziás görcsrohamok fognak jelentkezni valakinél. A műhibákat nem szeretném kommentálni, de agyi műtétek után gyakran jelentkező tünet az epilepszia, és ne feledjük, hogy a sugárzások nem biológiai szinten elfogadható rezgések, ezekkel a biológiánk nem tud mit kezdeni. Dr. Rike Gerdhammer volt, sajnos már csak múlt idő, az a fantasztikus orvos, aki teológiát és fizikát is tanult az egyetemi évei alatt, így a rezgések szintjén nem csak a biológiát ismerte meg, hanem a egyéb rezgés szinteket is, hogy így fogalmazak, hiszen tudjuk, hogy az egész világegyetem rezgésből, hullámokból áll. Tehát igen, széles látókörű tudós emberről van szó, akinek a találmányai után jogdíjakat is fizettek, és ebből már el tudta látni a családját. 4 gyerekes édesapát látunk itt, aki az orvos feleségével együtt eldönti, hogy a térítésmentes gyógyítást választják, és kitelepednek Olaszországba, Nápolyba, hogy ezt ott elsősorban a szegény emberek részére biztosítsák. A terv az mind nagyon szépen el is indult, 76-ban telepszenek ki Olaszországba, de 78-ban történik egy olyan tragédia, ami minden addigi elképzelést felülír, megváltoztat. 78-ban a 19 éves fia Hammer doktornak, Dirk Hammer, egy merénylet áldozata lesz, hiszen a savoyai herceg, az olasz trónörökös szánt szándékkal lőtt bele abba a csónakba, ahol ez a fiatalember éppen aludt éjjel 3-kor, ez Cavallo szigetének a kikötőjében történt. A per 13 évig tartott, végül is a bűnöst, a gyilkost felmentették. Dirk Hammer 111 napig küzdött az életéért, majd december 7-én az apja karjai közt meghalt.
Hammer doktornak 2 hónapon belül heredaganata lesz, és azon kívül természetes még egyéb biológiai programokat is beindított, és kevesebb, mint 1% túlélési esélyt adtak neki akkor a kollégák, de Hammer doktor mindent kibírt, meggyógyult, bár, amint leírta, pokoli kínok kísérték ezt a gyógyulását. Összesen a műtéti beavatkozásba egyezett bele, semmilyen kemó vagy sugárkezelést nem kapott. 81-ben már egy München melletti nőgyógyászati ráklinikán dolgozik, mint belgyógyász főorvos, és megkérdezi az ott lévő betegeket, hogy történt-e az ő életükben is valami nagyon váratlan, súlyos érzelmi megrázkódhatás, mielőtt a daganat kialakult volna, és mind a 200 esetben a válasz igen volt. Ezeket Hammer doktor összegyűjti, kiellemzi, és 81 őszén bejelenti a rák vastörvényét. Akkor még nem tudta, hogy ez az első számú biológiai természettörvény, mert ezután még további 4-et fog felfedezni. De ez a rák vastörvénye tartalmazza a DHS kritériumait, a DHS Dirk-Hammer szindrómát jelent, akit a képen látható 19 éves fiáról nevezett el. Tehát minden drámai, meglepetésszerű, váratlan esemény, ami az életünkbe érkezik. Ha nagyon súlyos történetről van szó, ha magányosan éljük meg, és benne ragadunk a konfliktusban, akkor ez a lelki megrázkódtatás az agy közvetítésével elindít egy szervi választ, amit mi betegségnek nevezünk per pillanat, és azt se felejtsük el, hogy a konfliktus pillanatában minden kísérő körülményt, illatot, színeket, hangokat, stb. Mindent rögzít a biológiánk, pontosan a túlélés érdekében. Mindig lesz az életünkben váratlan esemény, ez ellen nem fognak se védőoltást, se biztosítást kitalálni, de az, hogy meddig maradunk benne egy ilyen súlyos történetben, és mennyire elszigetelten, magányosan éljük ezt meg, mikor beszéljük ezt ki magunkból úgy, hogy lelkileg megkönnyebbüljünk, ugye, ez csak tőlünk függ, senki mástól. És itt van már is az első és legfontosabb megoldás bármilyen betegség elkerülésére, mégpedig az, hogy nem múljék el nap a haragunkkal, mert ha a mai napot nem zárjuk le békével, akkor bizony a holnapi napra is ki fognak hatni azok a fel nem oldott érzelmek, amelyek ma nem lettek lezárva, pontosan a sineknek köszönhetően. A sinek az állatvilágban a túlélést biztosítják, nekünk pedig az emlékeztető arra, hogy jó lenne lezárni már egy futó programot, ha már több hónapja, éve vagy évtizede fennáll. Ezeket a biológiai túlélő programokat Hammer doktor értelmes biológiai külön programoknak nevezte, az EBK ennek a rövidítése, és az a probléma, hogy ha nincs érzelmileg feloldva, akkor a sínek már újabb konfliktus nélkül is elindítják az egész túlélő programot. Na most tisztáznunk kell azt, hogy a nagybetűs léleknek ehhez semmi köze nincsen. A lelki megrázkódtatás a magyar nyelv sajátossága, és egy pszichés megrázkódtatásról van szó, vagyis egy félelem és egy hozzákötött gondolatnak az összekapcsolásáról, ami az agy közvetítésével elindítja a szervi elváltozást. Csak hogy egyetlen konfliktus kapcsán nem csak egy gondolatunk támad, hanem egy félelemhez több gondolatot is tudunk asszociálni, és minden egyes ilyen félelem és gondolat kapcsolat elindít egy-egy külön programot megfelelő tünetekkel. Vagyis minden tünet mögött egyetlen fel nem oldott félelem áll, és lehetséges, mint ahogy ezt az epilepsziában látni fogjuk, hogy a konfliktus pillanatában megélt félelmekből bármelyik utána képes elindítani az egész túlélő programot. Tehát ezért kellene lezárjuk békével a napjainkat, és ezért kell megértenünk azt is, hogy az egyetlen valóság mindenki számára a saját megélése. Soha nem a történet számít, amit mindenki el tud mondani, azt is persze mindenki másképp és másképp, a saját szűrőjén keresztül, a saját megélésén keresztül, viszont azt, hogy a beteg mit élt meg,
az csak ő maga fogja tudni elmondani, és ezért van az, hogy a betegség a beteg nélkül nem gyógyítható. Ez nem egy önvédelmi mondat, ez egy figyelmeztető mondat azoknak is, akik már voltak tanfolyamon, mert beleesnek a megmentő szerepbe, és azt hiszik, hogy valamilyen külső anyag közvetítésével majd az, akiért ők aggódnak, vagy akin segíteni szeretnének, majd meggyógyul. Kérem szépen, a gyógyulásunkhoz nincs semmilyen különösebb anyagra szükségünk, csak arra van szükségünk, amint azt a Facebook bejegyzésből is felolvastam, hogy tisztázzuk a körülményeket. Tegyük meg azt az lelki feloldást, ami szükséges ahhoz, hogy eltűnjenek a sinek, és innentől természetesen már minden kitűnően fog alakulni. A második természettörvényt Hammer doktor nem sokkal az első után már felfedezi, hiszen belgyógyász főorvosként nagyon is tisztában volt a belgyógyászattal, természetesen a tünettannal és minden, ami ide tartozik. És azt mindenki megfigyeli, aki medicinával foglalkozik, hogy vannak hideg és meleg tünetek. A hideg tünetek azt jelentik, hogy hideg a kezem, hideg a lábam, feszült vagyok, ideges vagyok, nem tudok elaludni, vagy ha elalszom, felébredek, nincs étvágyam, nem táplálkozom rendesen. Ez mind a konfliktus aktív szakasznak a jellemző tünete. Csak hogy ezt egy szóval úgy szoktuk megfogalmazni, hogy stresszes az életem. Most akinek teli van stresszel az élete, annak rengeteg ilyen értelmes biológiai különprogramja van beindítva, természetesen nincs feloldva, ezért hideg a keze, hideg a lába, és nem tud éjszaka aludni, és ezért magas a vérnyomása. Tehát már is jó néhány kérdésre megadtam a választ, hogyha valakinek nem nyugodtak az éjszakái, és felébred felriad álmából, vagy rosszakat álmodik, akkor ott kérem egy futó programot le kellene zárni érzelmileg. Ha valakinek magas a vérnyomása, akkor utána kéne nézni, hogy mi minden tehet annak érdekében, hogy ezt megoldja. A végén megoldásokról is lesz szó természetesen. Nos, a DHS látjuk az a pillanat, ami kiüti a megszokott ritmusából a biológiánkat, a nappali szimpatikus és az éjszakai paraszimpatikus túlsúlyból. Ez a két szó a vegetatív idegrendszer, vagyis a bennünk automatikusan működő idegrendszernek a két végpontját jelöli, hiszen mindig éjszaka fogjuk visszaépíteni azt, amit nappal lebontottunk, hogy újra rendbe rakjuk. Nos, a DHS, tehát a váratlan meglepetésszerű történet, egy hirtelen támadás, egy váratlan esemény, amiből nem tudok kimenekülni, és el is szeretnék ettől, de nagyon gyorsan távolodni, szakadni, minél távolabb ettől az eseménytől, az nyilván egy lelki megrázkódtatásként ott marad bennünk, és a rögzített körülmények újra meg újra indítani fogják ezt az egészet. A KM a konfliktus megoldásának pillanatát jelzi, és természetesen, mint említettem, az az ideális, ha ezt érzelmileg lezárjuk. Még a mai nap minden kellemetlen élményünket, mert még ma emlékezni fogunk arra, hogy mi minden történt, de hogy március 13-án kivel mi történt, az nem biztos, hogy eszébe fog jutni. Ha megtörtént a konfliktus megoldása, vagy megváltoztak a körülmények, ugye, és már nem az adott konfliktusra emlékeztető körülmények között vagyok, mondjam úgy, hogy elfutottam, megszabadultam, akkor beindul az exudatív fázis, és ez már a piros szín jelzi, hogy itt gyulladásos tünetek jelentkeznek, amikor sejtszintű válaszról beszélünk, és ezt követi majd az epileptoid krízis. Nos, az exudatív fázisban jelentkezünk orvosnál, mert gyulladásos tünetek jelentkeznek, és még fejfájásunk is van. Az epileptoid krízisben viszont megszűnik a fejfájás, mert az exudátum, vagyis az az összegyűjtött sejtek közötti folyadék, egyszerűen víz, ez az agyi reléből kipréselődik, megszűnik a fejfájás, ugyanakkor, amint látjuk, itt igencsak magasra hág ez a nyíl, ez, ami fölfelé mutat középen, az EK, epileptoid krízis, mert itt a legintenzívebben fogjuk megélni azokat a
tüneteinket, amelyek jelentkeznek. És ebben a pillanatban indul be az epilepsziás görcsroham is. Tehát epilepsziás görcsrohamról beszélünk, ha egy mozgással kapcsolatos és elválasztási konfliktussal kapcsolatos történet volt az a drámai esemény, és minden más biológiai program esetén ez epileptoid krízis lesz. Az epilepsziás görcsrohamot is, és az epileptoid kríziseket is fokozott vizeletürítés követi, ugye megszűnik a fejfájás, és nem csak az agyi központból, hanem szervi szintekről, szöveti szintről is a felesleges vízmennyiség kipréselődik, majd következik a hegesedési fázis, ami azért fontos, hogy az exudatív fázisban létrejött, még laza szövetek meg tudjanak erősödni. És ha tudjuk, hogy itt egy extrém fáradtság az, amit érzünk, de már van jó kedvünk, már tudunk enni, de nagyon-nagyon fáradtak vagyunk, és ismét melegek a végtagjaink, nos, akkor nem fogunk ettől megijedni, hanem örülni fogunk neki, hogy már csak pár nap vagy hét választ el minket a teljes gyógyulástól. Nyilván a program végére, ha szöveti változásokról van szó, nem biztos, hogy minden ugyanolyan tökéletesen fog visszaalakulni, mint a program elején ez volt. Ne feledjük, a biológia nem a szépségversenyre törekszik, hanem a túlélésre, és ennek érdekében tesz meg mindent. Tehát a második törvény lényege, hogy két szakaszban zajlik le minden értelmes biológiai külön program, ha egyáltalán eljut a végére, és mondjuk közben nem fog elakadni, ezt is majd későbbiekben megmutatom. A konfliktus aktív fázisban láthatjuk a baloldali képen azt a CT-t, ami ilyenkor megjelenik. Ezek nem műhibák, amint ezt a Hammer doktor ellenségei próbálták beállítani. A Siemens cég igazolta, hogy az ő gépei tökéletesek, és ami ott van, az ott van. Szóval látjuk a körkörös gyűrűket a baloldali CT képen, és ha ilyen van, akkor nyilvánvaló, hogy az illetőnek a feszült az idegállapota, de hát erről mindenki tud beszélni, nem kell CT képet csinálni ahhoz, hogy valakiről kiderüljön, hogy ideges vagy feloldatlan konfliktusa van. A megoldást követő fázisnak a CT képét látjuk jobb oldalt, és mind a jobb felszínről mutat be egy nyíl, mind pedig abból alsó sarokból is mutat be egy nyíl. Két megoldásban levő gócot látunk itt, a bal alsó az éppen a petefészek vagy here megoldási szakaszát mutatja. Láthatjuk, hogy sötétebb, mint a mellette levő jobboldali relé, tehát alul az alsó nyíl, ami bal oldalról mutat be, balról, alulról, az éppen egy veszteség konfliktus megoldására mutat rá, mégpedig a baloldali ivarmirigyre, ugye függően attól, hogy férfiról vagy nőről van szó, vagyis ezek nem agy daganatok, hanem vízgyülem van itt, és az epileptoid krízisben fog ez kipréselődni, és helyre fog állni ezáltal az agyi relé. Nos, a harmadik természet törvényt Hammer doktor már egész nehéz körülmények közt fedezte fel, hiszen közben 85-ben a felesége is meghal a karjai között, 5 daganatos betegséget győzött le, de végül is a túlhajszoltság a szívizom infarktust előidézte, és ebbe belehalt, és nem egyébbe halt bele. Aztán 86-ban visszavonják a működési engedélyét Hammer doktornak, mert nem volt hajlandó esküvel megtagadni a rákvas törvényét. És 87-ben felfedezi a harmadik és negyedik természet törvényt, ami aztán teljesen tudományos alapokra helyezi az eddigi megfigyeléseit, hiszen visszalapoz az embriológiára, az egyetfejlődésre, hogy hogyan is, mi is történik a 9 hónap alatt az anyamében, a megtermékenyítéstől egész a születésig, és ezzel senki, de senki nem tud vitatkozni. Nos, ezekből az embriológiai megfigyelésekből aztán kitisztul a kép, hogy mi is történik a szervezetünkben, és hogy az miért történik. Ugye sejtekből vagyunk felépítve, amelyek működnek, és
Nyilván, hogy a túlélés érdekében vagy a sejteket szaporítjuk, vagy a sejteket sorvasztjuk, vagy a működést fogjuk módosítani, azaz fékezni, gátolni, majd visszaállítani. Ez a három lehetőség van a túlélés érdekében, és mindannyian ezt is csináljuk. De ez nem véletlenszerűen történik, hanem azok a sejtjeink, amik az agytörzs és a kisagy irányítása alá esnek, ezek mindig először szaporodnak, majd a megoldásban lebontjuk a felesleges sejteket, mert egy sejtet se tartunk el feleslegesen. Az agyvelő és az agykéreg által irányított sejtjeink először sorvadni fognak, és a megoldásba visszaépülnek, és természetesen a megoldási fázisban, ugye az exudatív fázisban mindig megjelenik a fájdalom. Az agykéreg képes még arra, hogy működés módosítással túlélést indítson el, erről szólnak ezek az izomgörcsök is, amik megjelennek a epilepsziás görcsrohamban, tehát itt működésváltozásról és sejtszintű programokról is fogunk beszélni, mert ugye minél gazdagabb valakinek a megélése egy konfliktusban, amint mondtam, annál több programot fog elindítani. És természetesen, ha megoldjuk érzelmileg ezt a konfliktust, akkor az összes program, ami ehhez kötődik, le fog záródni. Az embriológiáról csak éppen egy érintőlegesen egy képet. Látjuk itt a bal oldalt a három csíralemezt, amikor is a megtermékenyített petessejt elkezd osztódni, lesz belőle szedercsíra állapot, majd abból a sok egyforma sejtből kialakul a három csíralemez, amit itt látjuk bal oldalt, sárga, narancs és piros színekkel jelölve, és keresztmetszeti képen látjuk ottan középen, ahonnan már a nyilak is mutatnak a piros, a narancs vagy a sárga színű babára. Nos, az agyi központok, amint az imént már említettem, azok egy életen át a hozzájuk tartozó sejteket irányítják, és a belső csíralemez látjuk belül a sárga színnel jelölt sejteket, a túlélésünket, a saját túlélésünket biztosítják azáltal, hogy a levegő, a víz, a táplálék, a fény és a hang megszerzését biztosítják, az agytörzs irányítja, és ezek azok a dolgok, amelyek szükségesek a túlélésünkhöz is. Csak szeretnék mindenkit megnyugtatni, hogyha van elég levegője, van egy pohár vizem, meg esetleg már vacsorázott, akkor gyakorlatilag nincs életveszélyben. Csak akkor, ha híreket hallgat és félelmeket gerjeszt a lelkében, és aztán nem tud nyugodtan aludni. Szóval az agytörzs a legősibb idegi központ biztosítja számunkra a túlélés feltételeit. A kisagy sejtjei azok lesznek, amelyek a belső csíralemezre, látjuk a baloldali képen, rátapadnak. Ezek a középső csíralemezhez tartozó sejtek ugyanúgy fognak működni, mint a belső csíralemez sejtjei, vagyis konfliktus aktív szakaszban szaporodnak, megoldásban bomlanak. A narancssárga sejteknek a másik része, látjuk, hogy a külső piros színnel jelzett ektodermális sejtekhez tapadnak, vagyis ezek a mezodermális középső csíralemez sejtek és a pirossal jelzett külső csíralemez sejtek ugyanúgy fognak működni, vagyis először sorvadnak, aztán visszaépülnek, és ezt látjuk a nyílirányú agyi metszeten, agyvelő és agykéreg együtt alkotják a nagy agyat, és ők ugyanúgy fognak a hozzájuk tartozó sejtekre hatni. Az önleértékelés lesz az, ami mint érzés az agyvelő receptoraiba, idegi központjaiba, vagy reléibe, kinek mely kifejezést tetszik, tehát ez be fog csapódni. Ott fent a baloldali képen látunk egy ilyen grafikus ábrázolást, ami az agyvelői központokat mutatja, tőle jobbra pedig piros színben az agykéregről készült grafikus ábrázolás. Ezek a grafikus ábrázolások az agyalappal párhuzamos síkokban készült metszeteket hozzák felszínre, és hát erről most nem részletezek továbbiakat. Annyit kell még tudni, hogy az agykéreg a birtok és elválasztási konfliktusokat irányítja.
És az elválasztási konfliktus azt jelenti, hogy nagyon szeretném, vagy nagyon nem szeretném, ha valaki közel jönne hozzám. És azért itt az epilepsziában a nagyon nem szeretném történet fordul elő, és ugyanakkor az agykéreg vezérli azokat a programokat is, amint említettem, amelyek nem a sejtek bontásával vagy építésével kezdődik, hanem működés változással, és ide tartozik például az izmoknak az irányítása is. Nos, a konfliktus típusokat összefoglalva a agyi központok és a Hammer doktor tudományos táblázatát is mellétével láthatjuk, hogy a falat konfliktusokat az agytörzs irányítja, ez a táblázatban a sárga színnel jelzett első oszlop végig, de ide fognak becsapódni az egzisztenciális félelmeink, az elhagyatottság, a meg nem értettség, a magány, a társas magány, a kirekesztettség, stb. És ez mind víz visszatartását fogja eredményezni. Valamint ennek a sárga oszlopnak az alján, a legalján találjuk a sima izmokkal foglalkozó túlélő programokat is. Az agytörzs látjuk ugyanolyan sárga színnel jelölve, az, ami ezeket irányítja. A középső oszlopban találjuk a kisagy és a fehér állomány vagy agyvelőnek a programjait, és mint említettem, a kisagyi programok a vélt vagy valós támadásról szólnak, vagyis az agyunk nem tesz különbséget valóságállom és illúzió köz, és valahányszor feltámad bennem, vagy síndre kerül az a félelem, hogy ismét megtámadnak engem, hát akkor indítom a burkoknak a felszaporítását, és természetesen az üs vagy fus biológiai kód szerint megpróbálunk védekezni, és ez már izomprogramot fog jelenteni számunkra. A kisagy a gondozási konfliktusokkal is foglalkozik, ugyanis az emlőmirigy az egy módosult verejtékmirigy, tehát irhához tartozik, csak itt éppenséggel nem verejték, hanem anyatej fog ebből keletkezni, hogy a szoptatás alatt természetesen hormonális hatásra, de szoptatáson kívül akár férfi, akár nő tud egy meldaganatot csinálni, vagyis a tejtermelő sejteknek a felszaporítását, ha túlzásba viszi, és nagyon sok ideig fenntartja az aggódását egy szeretett személy sorsa felől. Alatta a narancssárga oszlopban vannak, tehát az agyvelő által, vagy fehér állomány által irányított programjaink, amelyek ugye az önleértékeléssel állnak kapcsolatban, és ez mindig sejtszintű pusztítást jelent biológiai szinten. Ide azok a szövetek tartoznak többnyire, amelyek a mozgáshoz kötődnek, tehát csontok, izületek és inak, haráncsikolt izmok és az őket ellátó osztó, gyűjtő és nyirokerek, valamint a kötőszövetésér szövet, de ide tartozik nyilván a szívizomszövet, a mellékvesekérek és a vesének, illetve a nemi mirigyeknek a kortikális része, kérgi része, tehát azok a részek, amelyek a nemi mirigyeknél hormonokat termelnek, a veség szintjén pedig, amelyek az elsődleges vizelet előállításában vesznek részt. Tehát ezeket nyilván a megfelelő webkonferenciáknál részleteiben meg lehet nézni, csak hogy egybe lássuk a történetet, mert ez a táblázat azért nagyszerű, mert akármilyen problémája van valakinek, a táblázaton megtalálható. Ez egy olyan logikus gondolkodásnak a vázlata, hogy döbbenetes, és ez a fajta gondolkodás fogja megváltoztatni a megoldásokat is, amikor tudunk egy másfajta megközelítéssel valamit megvizsgálni, akkor fogunk tudni újabb megoldásokat találni. Ez nem csak a biológiában van így, hanem a tudomány bármelyik részén. A piros színnel jelzett oszlop az agykéreg által irányított értelmes biológiai különprogramokat tartalmaz, amint mondtam, birtok és elválasztási konfliktusok tartoznak ide, valamint alól azok a programok, amelyek hát a működésváltozást indítják el sejtszinten, és ide tartoznak mondjuk az izmokat érintő programok is, ahogy ezt majd a későbbiekben bemutatom.
A negyedik természettörvény, tehát a harmadikkal szinte egy időben fedezi fel Hammer doktor, és a mikrobáknak az egyetfejlődéshez kötődő rendszerét írja le. Vagyis kiderül, hogy mindazt, amit mi az agytörzsi szinten felépítettünk, azt a gombák fogják lebontani a szervezetünkben, a kisagy által felépített sejteket a gombabaktériumok, TBC baktériumok fogják lebontani, természetesen gyulladás kíséretében, és a lebontott sejteket a nyirokrendszer fogja újra hasznosítani. Ez egy nagyon lényeges kérdés, hogyha van egy gyulladt terület, egy megduzzadt terület, és a környéki nyirokcsomók meg vannak szintén duzzadva és érzékenyek, akkor benne vagyunk teljes mértékben a gyógyulási szakaszban, csak éppen nem kéne megakadályozni külső eszközökkel ezt a gyógyulást, hanem támogatni kéne. Az agyvelő, mint mondtam, önleértékelést fog irányítani, sorvadással indul a sejteknek a programja, és a megoldásban lesz a sejtek visszaépítése természetesen fájdalommal, viszont a program végére többet építünk vissza, mint amennyi volt, hisz pont ez a biológiai értelem. Az agykéreg által vezérelt programok, amelyek a sejtekre hatnak, szintén sejtszintű sorvadással indulnak, és a birtok és elválasztási konfliktus, visszaépítéskor megjelenik a fájdalom, most ezt itt általánosságban mondom, mert lesz olyan program, ahol nem lesz fájdalom, visszaépítéskor, viszont az epileptoid krízist azt rendesen élvezni fogjuk, szóval itt viszont a vírusok segítenek visszaépíteni a sejteket, tehát a gombák, a gombabaktériumok, a baktériumok és a vírusok, akikkel mi együtt élünk, azok a mi barátaink. A kutatások szerint úgy kiderült, hogy körülbelül 6 milliárd sejttel rendelkezünk átlagosan, ennél 10-szer több, tehát 60 milliárd baktérium van a szervezetünkben. Gondolj csak bele abba, hogy az emésztésünk nem menne végbe, ha nem lennének bennünk azok a drága jó baktériumok, amik hozzásegítenek minket az emésztéshez. És még ennél sokkal több, 360 millió vírus mutatható ki a szervezetünkből, és ebből kiragadni egyetlen egyet, és ebből pandémiát gyártani, ez már azért egy agyafurt ötlet. De mindenképpen tudnunk kell, hogy nincs mitől félnünk, mert az egyetlen halálos betegség a félelem. Az az ember, aki lelkileg békében él önmagával és a világgal, annak rendben van a vele született és szerzett védekezési rendszere, hiszen rendelkezünk ilyennel, ezt a medicina immunrendszernek nevezte, és a védekező rendszerünk meg fogja oldani mindazt, amit meg kell oldanunk. A legyengült szervezetek természetesen gyengébben fognak reagálni, és aztán sok mindent rá lehet fogni a továbbiakban az ilyen betegek sorsára. Nos, a negyedik természettörvényt ismerve most már megnyugodhatunk, hogy a bennünk élő segítőink azok a barátaink, viszont ami a természetben, tehát a bőrünkön kívül található, és netalántán ember állította elő ártó szándékkal, hát ezek azért veszélyesek számunkra, de az immunrendszerünk ezeket is meg tudja oldani. Nem akarok ebbe további részleteket beletenni, hiszen kiderült az idei évben, május 29-i cikkben olvastam, orvosi szaklapban, hogy azonosítottak 528 baktérium fajt a daganatokban, legszínesebb baktérium közösség ugye a melldaganatban található, nem is csodálkozunk ezen, miért nem, mert ismerik a germán gyógytudományt, és ugye azt találta a kutató, hogy az összes rákfajtában jelen vannak a mikróbák. Mindez 2020-ban. És 1987-ben Hammer doktor ezt már rég megmondta. Szóval ez természetesen még mindig nem azt jelenti, hogy el szeretnék ismerni a negyedik természettörvényt. Itt új rákterápiáknak a kidolgozásáról van szó csupán, mert az az ember, aki elhiszi, hogy tehetetlen a gyógyulásában, hát annak is kell adni valamit, hogy éppenséggel történjen vele valami. Aztán, hogy mi történik vele, az majd kiderül.
Szóval a krónikus betegségek oka a fel nem oldott konfliktus és semmi más. Tehát ha meg sem oldok egy konfliktust és függő konfliktus aktivitásban vagyok, tehát hol erősebben, hol gyengében, de folyamatosan stresszben vagyok egy bizonyos történet miatt, hát akkor ugye az én megélésem fogja eldönteni, hogy sejtet építek, sejtet bontok, vagy működést blokkolok folyamatosan. Teszem azt, folyamatosan mindennek ellenszegülök, és ebből adódóan cukorbeteg leszek. A policiklikus lefolyás azt jelenti, hogy a program mindig eljut a végére, de mivel nincs érzelmileg lezárva, ezért újra meg újra ismétlődik, ez az epilepsziás görcsrohamoknak a tipikus görbéje. A függő gyógyulás viszont azt jelenti, hogy a program nem tudott kifutni, mert a gyakran jövő emlékeztető sinek, emlékek, azok elakasztják a kifutó gyógyulást, ezért a gyógyulási szakasz hol erősebb, hol kevésbé erős fájdalmait élvezhetjük folyamatosan. A lényeg az lenne tehát, hogy érzelmileg lezárjuk a történetet, és nyugodjunk meg, mert végre, ha kinézünk az ablakon, azt látjuk, hogy minden, ami él, az élni akar. Az ötödik természettörvényt 94-ben fogalmazta meg Hammer doktor, és ez teszi fel a koronát az első négy törvényre, hiszen azokkal sem lehet vitatkozni, de ezzel meg pláne sőt. Szóval, ha egy 10 éves gyerek is rá tud jönni arra, hogy az élővilágban minden a túlélésért küzd, hogy életben maradjon, nyilván egy gyerek ezt így mondja, akkor megnyugodhatunk, hogy a bennünk zajló biológiai folyamatok nem rossz indulatúak, nem ismeretlenek, hanem tulajdonképpen a gyógyulásunkat, a túlélésünket szolgálja. Csak ha elakasztjuk ezeket a folyamatokat, akkor lehet autoimmunnak nevezni, vagy egyéb megnevezéssel illetni őket. Tehát ha már ezzel csak az ötödik természettörvénnyel valaki kibékülne, már nem lenne semmi, de semmi oka a pánikra. Amint azt a tudományos világban szokták csinálni, azért mindig egy egyetemi központ az, ami elismer egy-egy új felfedezést. Hammer doktor többször beadta a Tübingeni Egyetemnek, ahol végzett a felfedezését, sőt, bíróság is kötelezte a Tübingeni Egyetemet, hogy végezze el Hammer doktor téziseinek a felülvizsgálatát, de az egyetem erre azt mondta, hogy nem szándékozik ezzel foglalkozni. Viszont a Nagyszombati Egyetem, ami ugye Pozsonyhoz tartozik, ez elvégezte ezeket a vizsgálatokat, és erről egy igazolást is kiállítottak, és ez éppenséggel 98. szeptember 11-én történt. Vajon miként változott volna meg a mai világunk, ha a biológiában már, hogy is mondjam, a természettörvények szerint gondolkodnánk? Persze ezt, ha valaki megismeri, akkor látja annak a veszélyét, hogy aki ezt már ismeri, azt nem lehet manipulálni. Nem lehet félelemben tartani, mert képesek vagyunk az egészségünket és a gyógyulásunkat is a kezünkben tartani. Hát ezért titkos ez, vagy tiltott anyag azoknak, akik medicinával foglalkoznak. A mozgászavarokról van már egy előadás, illetve a működésváltozásokról, a neuropátiákról is, és természetesen külön-külön a szklerózis multiplexről, a Parkinson-kórról és a epilepsziáról is van már előadás, de hogy egyben lássuk, hogy mik ezek a mozgászavarok, és mi határozza meg, hogy milyen mozgászavart fogunk látni, hát összefoglaltam ezen a fólián, mert ugye ha az önleértékelés az, ami a képben van, és ez az izmokat érinti, akkor az izmok táplálása az visszafogott lesz, ugye a trófia az táplálást, miotrófia izomtáplálás, a miotrófia az az fosztóképző, tehát a miotrófiás laterál szklerózis, az féloldali izomsorvadás magyarra lefordítva, ez az ALS. De miért? Mert folyamatosan a gödörbe vagyok, és nem vagyok hajlandó onnan kimászni. Leírtam magamat, mások véleménye szerint határozom meg önmagamat, stb. Tehát az önleértékelésről is van egy külön webkonferencia, érdemes végignézni.
Na most, ha az izmoknak a mozgását gátlom, akkor természetesen abból bénulás lesz, és a folyamatos mozgásgátlás az izom bénulásához fog vezetni, végső soron szklerózis multiplexhez. Erről is ugye külön webkonferencia van. A mozgásgátlása egy túlélő program, amikor az ember, illetve a biológiai lény halottnak tetteti magát. Ez egy nagyon jó csel ahhoz, hogy megusszák azt, hogy megtámadják, és erről is külön már beszéltem. Tehát ez a mozgásgátlás, ez egy működésváltozást jelent. Vannak állandósult mozgás zavarok, miért? Mert függő gyógyulásban vagyunk, és ide tartozik a Parkinson-kor és a chorea minor. A függő gyógyulás alul van, láthatjuk, hogy erről van szó, hogy egy állandó mozgászavar van, mert éppen a megoldási szakaszban, amikor már feloldottam az izom görcsöt, és elindulna az izom a mozdulat irányába, akkor azt újra meg újra elakasztják azok a sinek, amelyek hát túl gyakran ismétlődnek. És van a policiklikus lefolyás, amiről mondtam, hogy már az teljes mértékben az epilepsziás görcsrohamnak a prototípusa. Tehát ez lesz az, amikor végigfut a program, majd kis szünet után, lehet ez néhány hét vagy hónap, újra elejétől végig a program kifut. Tehát az epilepsziás görcsök és a visszatérő izomgörcsök azok ez szerint az ábra szerint zajlanak le. Most Hammer doktor az epilepsziáról a következőket írta. Az epileptoid krízis, tehát ami az egész értelmes biológiai különprogram legkritikusabb szakasza, legismertebb gyógyulási krízis, mégpedig az epilepsziás görcsroham és a szívinfarktus esetén. Ezeket mindenki ismeri, és valójában itt ugye a gyógyulás kellős közepéről beszélünk. A szívinfarktusról most nem akarok részleteket mondani, a szív biológiai programjait, ha valaki megnézi, érteni fogja, külön a szívizom és ugye a szívkoszorú erek epileptoid krízisének a történetét. Ebben a krízisben gyakran mind lelkileg, mind testileg felgyorsított felvételben újra átéljük a konfliktust, ami azt jelenti, hogy ismét szimpatikoton fázisba kerülünk, tehát mint a konfliktus aktív fázisba, és ebben a krízisben rántjuk helyre jó irányba az evezőlapátot. Ez pont azért van, hogy minden tehát a helyére álljon. A szervben és az agyban raktározott folyadék kipréselődik, ez magyarázza az epileptoid krízis követő vizelet kiválasztási fázist. Tehát ebben az epilepsziás görcsrohamban ismétlődni fognak azok a mozdulatok, amiket a konfliktus elszenvedésekor szerettünk volna megtenni, de nem tudtunk, vagy éppen azok a mozdulatok voltak, amelyek kiváltották belőlünk a konfliktust, mondjuk egy támadást éltünk meg. És mindez elég, ha csak a képzeletünkben zajlik le, elég, ha éjszaka álmunkban újra meg újra visszatér ez a történet, és álmunkban az epilepsziás görcsrohamot végig fogjuk vinni, aminek a végén ugye a vizelet ürítés miatt azt fogja hinni az illető, hogy valamilyen enurézis nocturnája, éjszakai vizeletürítési problémája van. Ez nagyon tisztázni kell, hogy miről is szól a történet, és hát ezt természetesen mindig a betegtől fogjuk megtudni, és kevésbé a hozzátartozótól. Nos, az epilepszia, baloldali képen látjuk, azt jelenti, hogy a megoldás követő fázisban jelentkezik az izomgörcs eszméletvesztése, ezt mindenki tudja. És azért raktam a kék színű mozgatóközpontra és a piros színű szenzitív agyi részre egy közös, mondjam úgy, hogy jelt, Hammeri kócként, mert egyszerre éli meg az illető beteg azt, hogy nem tudok innen elmenni, vagy nagyon szeretnék elfutni, és egyben elválasztódni, elszakadni ettől az egész történettől. Tehát ezt a két konfliktust az illető egyszerre éli meg.
És ha nyilvánvaló, hogy anya-gyerek vagy partner oldal meg fogja határozni, hogy ez a két szomszédos relé, ez az agyfélteke jobb vagy bal oldalán alakul ki. Na de kérem szépen, amikor egy második hasonló konfliktus fog becsapódni az ellenoldalra, akkor már mindkét oldali konfliktus aktív. Na akkor már kialakul a pszichózis, és ennek nagyon fontos a megértése, hogy pszichózis meg epilepszia milyen kapcsolatban vannak. Ebben az esetben tehát lesz egy motoros és egy szenzoros konstelláció. Ugye tudjuk, hogy a konstelláció azt jelenti, hogy az agynak a jobb és a bal féltekéjén is van egy-egy megoldatlan konfliktus, ahogy ezt itt a hosszanti metszeten látjuk, piros, illetve kék színnel jelölve. Tehát, amikor szenzoros konstellációról beszélek, tehát elválasztási konfliktusról beszélek, ez mindig emlékezetkieséshez fog vezetni. Ez az absence. Ugyanakkor, ha csak erről van szó, akkor megjelenik a memóriazavar, ez eljutat minket az Alzheimer-korhoz, illetve bőrtünetek jelentkeznek, vagy hajhullás szervi szinten. Mondom, ha csak a szenzoros konstellációról beszélünk. Az epilepszoid krízisben ez fogja okozni az eszméletvesztését az epilepsziás görcsroham alatt. Ugye a két konfliktust, az elválasztást és a mozdulatot együtt élte meg, tehát a mozgás konfliktus az epilepsziás görcsrohamban fent az epileptoid krízis csúcsán, az fogja jelenteni, hogy izomrángások jelennek meg, vagy megfeszülés, vagy rángás, ugye tónusos vagy klónusos izomműködés, és ehhez fog hozzácsapódni természetesen az eszméletvesztés. És itt a mozgászavarok igen változatosan jelentkeznek, mert maguk a mozdulatok, ha megfigyeljük egy epilepsziásnak, a mozdulat sorát eszméletlen állapotában a padlón, elárulják, hogy gyakorlatilag ő mivel kapcsolatban nem mondott fel még egy konfliktust. Hammer doktor megjegyzései az aranykönyvben, amiből már több esetismertetés is történt, tehát arra tudok vonatkoztatni, mert Hammer doktornak a forrásmunkáit használom a webkonferenciák és a képzések során. Tehát amikor az úgynevezett epilepsziás pszichózis vagy skizofrén konstelláció epilepsziával előadást tartottam, abban benne volt Hammer doktor megjegyzése, hogy sem az epilepszia, sem a depresszió, sem a skizofrénia nem egy endogén, belülről jövő megmagyarázhatatlan valami, hanem bizonyos betegség konstellációkról van szó minden esetben. És ezek alapjában véve gyógyíthatóak, még akkor is a bizonyos esetekben a körülmények, azok megnehezítik ezt az egészet. A páciens az esetismertetésben, ami Helénről, a 11 éves kislány történetéről szólt, átmenetileg kigyógyult a skizofréniából, megoldotta a konfliktusát, és újra beindult a mozgása, elmúlt a depressziója, meggyógyult a szklerózis multiplexe, ha emlékszünk rá. Ezekben az esetekben milyen sorrendben oldjuk föl a konfliktust, annak nincs jelentősége. A lényeg, hogy az egyik agyféltekének konfliktusmentesnek kéne lenni, és akkor már megszűnik a skizofrénia. Ugye itt nem birtokvesztés konfliktusokról beszélünk, hanem mozgás és elválasztási konfliktusokról. Véglegesen a páciens természetesen csak akkor fog meggyógyulni, ha mindkét oldali konfliktusát megoldotta, de most csak emlékeztetek mindenkit erre a webkonferencia anyagra, hamarosan ez is megnézhető, visszanézhető lesz. Az epilepszia tehát, és a motoros konfliktusok, ezek teljesen együvé tartozó fogalmak, hiszen a grammal epilepsziás görcsroham alatt van egy mozgással kapcsolatos konfliktusnak az epileptoid krízise, és ez egybeesik tehát az elválasztási konfliktus krízisével, ami adja az eszméletlen állapotot.
Mivel tehát egyszerre élte meg a páciens a két konfliktust, ezért jelentkezik a megoldást követő szakasz közepén a két tünet is egyszerre. A probléma az, hogy nincs érzelmileg lezárva az egész, és ezért policiklikusan újra, meg újra, meg újra ismétlődik. Ne feledjük el, hogy a megélt félelmek meg fogják határozni azokat a körülményeket, amelyek között ez az egész újra meg újra megtörténik. És itt nem csak egy motoros és egy elválasztási konfliktusról lehet szó, hanem minden sín, ami rögzült a konfliktus pillanatában. És ez lehet egy hang, egy illat, egy akármilyen más félelem, halálfélelem, vagy bármi, és amikor ezekből valami bejön, akkor indul az egész program előről. Egyéb megélt félelmek is jelen lehetnek tehát, és a roham alatt ugye az izomzat elvégzi a maga tónusos-klónusos mozdulatait. A tónus azt jelenti, hogy megfeszül, a klónus pedig az, hogy rángatózik, ezt rángógörcsnek szokták laikusan nevezni. A krízis alatt ugye kiürül az ödéma, vagyis vizeletvesztés is van az eszméletvesztés mellett, és természetesen, aki már látott ilyet, az nagyon meg tud ijedni, de az epilepsziás görcsrohamba nem halnak bele a betegek, még akkor is, ha 15 percig eltart, magukhoz térnek. A Dravet szindróma, ez egy egészen érdekes, és mondjam úgy, hogy újnak számító hát korkép. A Charlotte Dravet 1978-ban írja le a később róla elnevezett súlyos gyermekkori mioklónus epilepszia tünetegyüttest, és ez az SMEI, ez az angol elnevezés kezdőbetűjének a rövidítése. Az elmúlt 10 évben kezdtek vele komolyabban foglalkozni hazánkban is. Egyetemi központok adták össze a tudásukat és az eset tanulmányaikat, és a tapasztalatokat közreadták ezzel kapcsolatosan. Hát természetesen, hogy itt statisztikai feldolgozásról van szó, és ebből messze menő következtetéseket lehet levonni azzal kapcsolatosan, hogy mi is ez a Dravet szindróma. Ugye azt írják le, hogy a jól fejlődő csecsemő az első életévében fogja megélni, és többnyire a lázas állapotban ezt a féloldali, vagy általánosult, generalizált, elhúzódó, hát görcsös, epilepsziás rohamát, és aztán utána már láztalanul is ezek a dolgok ismétlődnek, hát nyilvánvaló a rögzített sínek azok, amelyek erről gondoskodni fognak, és persze változatosak a mozgásformák, tehát vagy csak rángógörcs, klónusos, vagy tónusos és klónusos izom reakciók jellemzik. A második életévben viszont megjelennek ezek az úgynevezett atipusos abszanszok, tehát amikor már csak, ugye kérdés, hogy mikor mi kerül sínre, mioklónusokkal vagy azok nélkül, és leáll a fejlődése a gyermeknek, és változó súlyosságú mentális retardáció vagy magatartás zavar alakul ki. Nos, aki a birtok konfliktusokat ismeri, és tudjuk, hogy a második birtok konfliktus becsapódása után leáll a fejlődés, az érzelmi fejlődés is, akkor nyilvánvaló, hogy 2 év alatt ez a gyermek még annyi birtokzónás konfliktust is elszenvedett, ami ide vezetett. A képalkotó vizsgálatok persze a betegség indulásakor nem mutatnak ki semmit sem, és a lényeg ugye, hogy a betegség hátterében többnyire kimutatható a idegsejt feszültségfüggő nátrium csatorna alfa egységét kódoló SCN1A gén mutációja, amin megvan, hogy milyen kromoszóma lókuszon helyezkedik el, és a többi.
De kérem szépen, eddig 100-nál több mutációt írtak le, és ezek 90%-át újonnan. Tehát, és minél több közlemény jelenik meg, annál inkább jelentkeznek ismétlődések. A betegség ugye atipusos formakörének a tartalmába beletartoznak egyéb programok is, amelyek nem pont úgy zajlanak le, mint ahogy azt itt elmondtuk, hanem vannak különböző klinikai formák, ugye ez már a germán gyógytudományt ismerő emberek számára ez teljesen természetes, hogy a klinikai formák azt szerint változnak, hogy milyen sínek és milyen egyéb programok, vagyis egyéb túlélő programok kötődnek alapból ehhez a Dravet-szindrómához. Van egy ilyen, hogy Lennox-Gastaut-szindróma, ami későbben kezdődik, ugye eleve itt van a probléma, hogy nem egy-két éves korban, hanem későbben kezdődik, és az ilyen jellegzetessége, hogy a tónusos axiális roham jelentkezik, vagyis az izom feszültség az a gerinc központi izmait fogja érinteni. Aztán van olyan, hogy asztatikus, mioklonikus epilepszia lázgörcsökkel indul, de nincsenek féloldali vagy fokális rohamok. Aztán van olyan, hogy progresszív, mioklónusos epilepszia, itt a rohamokban nincs fokalitás, vagyis a betegség folyamatosan progrediál, megy előre. Aztán van olyan is, hogy kriptogén fokális epilepszia, amelyben a rohamokra az jellemzi, hogy váltakozik az oldaliság, tehát az egy gyerek vagy anya, gyerek vagy partner oldalon élt meg konfliktusokat. Aztán azt is bebizonyították, hogy 20-ból 19 esetben az első két roham lázas állapotban lépett fel, de az esetek egyharmadában azt is kimutatták, hogy a diperte oltás beadásához volt köthető a roham. Már tudjuk, hogy az oltások beadási technikája nagyban befolyásolja, hogy a gyerek mit fog megélni ezzel kapcsolatosan. Azt hisszük, hogy a újszülött vagy a csecsemő az még nem fogja fel, hogy mi történik a környezetében, hatalmas tévedés, mindent nagyon tisztán lát és érez, még azt is, hogy mi mit beszélünk és milyen a hangulatunk. Még mindig a genetikát okolják, és nem az oltásokat természetesen. De hogyha a mutációknak több mint a 90%-át újonnan kialakult mutációknak, tehát genetikai átírásoknak tartják, akkor a kérdés az, hogy mit is öröklünk. Kitől örökölte ez a gyerek? Ha az apjának meg az anyának nem volt Dravet-szindrómája, akkor miről szól maga ez az egész mutáció? Hát kérem szépen, akkor nézzük meg, hogy mit mond a Princetoni sejtbiológus professzor Bruce Lipton az Érzékelés biológiája című előadásban, ami amúgy a weblapról megnézhető, és döbbenetes dolgokat ír le, mondom, egy professzor, sejtbiológus professzor, aki bebizonyítja, hogy a sejt működését nem a sejt mag, hanem a sejt hártya irányítja, mert hogy a külső tényezőkre kell a sejtnek is folyamatosan reagálnia, ahhoz kell alkalmazkodnia. A külső tényezők hatására fogja megváltoztatni a fehérjék működését a sejten belül, és így fog reagálni, tehát a külső tényezőre. Nyilvánvalóan a megváltozott külső tényezőket pedig hát rögzíteni fogja, hol? Természetesen a sejtmagnak a genetikai állományában, de a sejtmag a sejt szaporító szerve, és mondjam azt, hogy könyvtára, nem pedig a vezérlő központja, vagyis nem a gének irányítanak bennünket, hanem mindig a külső körülményekre fogunk reagálni a túlélés és a faj fenntartása érdekében. Erről van egy külön előadásom a háromnapos képzésen, hogy mindenkinek tegyük pontra a biológiai alaptudását. A sejthártya tehát észleli, felveszi, hogy mi van a környezetében, ez ugye az elsődleges jel, ez átalakul belső információvá, ez lesz a másodlagos jel, és erre a sejt megváltoztatja a viselkedését, ezt így csináljuk mi is, csak akkor már nem receptorokkal, hanem az érzékszerveinkkel fogjuk rögzíteni, mi van kívül, ezt feldolgozzuk, és erre adunk egy választ, hogy is vagy fuss. Vagyis a
gént fogjuk aktiválni egy válaszreakcióként, de nem a gén hibás egy betegség létrejöttében, hanem a környezeti hatás. Hoppá! Tehát környezeti hatásokat kell itt vizsgálni, mondanám, hogy környezettanulmányt kellene végezni, hogy mi történt ezekkel a gyerekekkel, hogyan adták be nekik az oltást, hogyan történt meg az első lázcsillapítás. Mert ugye, ha a gyereket hideg fürdőbe beteszik, hát az egy sok. Abból a gyerek ki szeretne menekülni, ugye menekülni az már egy ige, el szeretne tőle választódni, ez egy elválasztási konfliktus, és már is megvan az epilepszia két alapvető konfliktusa. Tehát ha a hűtőfürdőt alkalmazzunk, drága hölgyeim, akkor mindig megfelelő hőmérsékletű vízbe tesszük be a csecsemőt, és ezt kezdjük fokozatosan hűteni, úgy, hogy eresztünk hozzá hideg vizet fokozatosan. És nem úgy, hogy eleve hűvös vízbe tesszük be a gyereket. Aztán a fejlődés visszamaradását, amit már említettem, ugye a birtokzónás konfliktusok fogják meghatározni, hogy mennyi idő telt el az első és második birtokzónás becsapódás között. És mit mondtam, a gyerek mindent észlel. A gyerek tud bosszankodni, a gyerek meg tud rémülni, a gyereknek lehet félelme, birtokféltése, és már arról nem is akarok beszélni, hogy a szexuális abúzusok már 6 hónapos gyerekkel kezdődnek. Ilyen esettörténet is van, és volt, akit ilyenért ítéltek el. Tehát a bosszankodás, a rémületfélelem és egyéb félelmek, ezek megadják azt, hogy a gyereknek meglegyen rövid időn belül mindkét birtokzónás konfliktusa is, kialakuljon belőle az a konstelláció, ami leállítja az ő további fejlődését. Nyilvánvaló, hogy az izomgörcsök oldaliságát az fogja meghatározni, hogy az anya vagy partner oldalon megélt konfliktusok kerülnek-e sínre. Ez fogja magyarázni ugye azt a helyzetet, amikor váltakozó, oldaliságú, alternáló oldaliságú klinikai formáról beszélünk, amit azt említettem a kriptogén fokális epilepsziánál. És itt jön a nagy megoldás, amivel a csecsemőkre is tudunk hatni, és aki megnézte a My Studenten Méhennel kapcsolatos előadásokat, az tudja, hogy még a magzati fejlődésre is hat az, ha az anyuka hallgatja a My Studenten Méhent, amíg várandós. Nos, tudjuk jól, hogy megakadályozza a konfliktus recidivákat, tehát éjjel álmában már az embernek nem lesznek váratlan izomrángásai, vagy éppen epilepsziás krízisei. A megoldási szakaszban, ugye, amint látjuk a képen is, áttolja az exudatív fázist, az epileptoid krízisen keresztül a B fázisba, vagyis a hegesedési szakaszba. És ez lenne a lényeg, hogy alkalmazzuk a My Studenten Méhent, mégpedig az eredeti változatot, amit most is elmondok, hogy aki kéri, levélben megkapja, csak ne freemailes és ne citroméles fiókokból írjunk, mert ezek nem képesek befogadni egy nagyobb mennyiségű adatot, ami éppen egy dallamot jelentene. Tehát az optikai sínre viszont vigyázni kell. Most nyilvánvaló, ha anyukával kapcsolatos a fürdés, akkor meg kell oldani, hogy a fürdetést ezután valaki más csinálja. Ha anyuka kezében fürdés után előjönnek ezek a görcsrohamok, akkor egyértelmű, hogy anyuka optikai sín a fürdetésnél. Vagy apuka, vagy nagymama, vagy nem tudom én ki. Ezeket a programokat, tehát a My Studenten Méhen gyakorlatilag meg tudja fékezni. Nem fogja senki helyett a dallam megoldani a konfliktusát. De a konfliktus aktív szakaszban is hallgatva csökkenti a konfliktusnak a tömegét. És ha megnéztük, hogy hogyan hat a My Studenten Méhen a szellemileg visszamaradott gyerekek fejlődésére, mentő szülőknek és gyerekeknek címmel, akkor rá fogunk jönni arra, hogy igenis nagyon jó lenne ezt a csodálatos dallamot folyamatosan hallgatni ott, ahol gyerek van,
És akkor is, ha jól van a gyerek, meg akkor is, ha nincs jól a gyerek. A gyógyszerekről is néhány szót mondani kell, mert ezek az antiepileptikumok csupán annyit tesznek, hogy bent tartják a beteget a konfliktus aktív fázisban. Nyilván semmilyen konfliktus megoldásról nincs szó, vagyis nem engedik, hogy átmenjen a program a megoldásba. Ennyi a hatása. Ezek az igen erős, szimpatikus idegrendszert ingerlő szerek, ezért szimpatikomimetikumok, vagy tonikumok, ezek megakadályozzák, hogy a mozgással kapcsolatos értelmes biológiai különprogram a megoldás követő fázisba és a exudatív fázisba, vagyis a vagotóniába átmenjen. A Maastrichten méhen az ilyen gyógyszerekkel összeférhetetlen. Tehát döntsük el, hogy akkor mit alkalmazunk. Tessenek elolvasni a gyógyszerek hatásait és mellékhatásait figyelmesen, és akkor ott fogjuk látni azt, hogy feltételezett mechanizmusok szerint működnek ezek a szerek. A Maastrichten méhen nem feltételezett mechanizmus szerint működik, van róla webkonferencia anyag, tessenek megnézni. A germán gyógytudományról ismételten bebizonyosodott, hogy alap a megértéshez, a megoldáshoz és a megelőzéshez, és nem azok a tényezők befolyásolják, hogy megbetegszünk vagy nem, amiről hát a médiák és az újságok és az orvosi rendelők beszélnek, hanem csak attól függ, hogy én megbetegszem vagy nem, hogy feloldom-e a napjaimat békével, és hogy hány programot futtatok, mert ugye tudjuk, hogy ha halmozzuk a konfliktusokat, akkor jön a konstellált állapot és a skizofrén viselkedés. Vagyis, ha feloldjuk a konfliktusokat, feltárjuk és feloldjuk a konfliktusokat, mint ahogy azt a Facebook bejegyzésben Viktória is leírta, és fantasztikus eredményt értek el, ugye megszűnt az epilepsziára utaló összes tünete a gyermekének, tehát van megoldás, tehát ha ezt csináljuk, akkor kérem szépen nem kell gyógyszert szedni egy életen át, és egyezünk meg abban is, hogy itt tudományról volt szó, nem ezotériáról, nem egyéb megfigyelésről, mert reprodukálható, összehasonlítható és előre jelezhető mindaz, ami történni fog a szervezetünkben. Márpedig a tudományosságnak az alapismérve pontosan a reprodukálhatóság. Semmilyen statisztika vagy állatkísérlet nem fogja helyettünk megoldani a konfliktust, viszont ha ismerik az öt természettörvényt, és lezárjuk békével a napjainkat, akkor már elkövettünk mindent ahhoz, hogy ne legyen szükségünk arra, hogy aktiváljuk ezeket a túlélő programokat. Én mindenkinek megköszönöm a figyelmét, és arra kérek mindenkit, hogy lehetőleg először a témával kapcsolatos kérdéseket írjuk be, és amikor elfogytak a kérdések, akkor lehet majd beírni még egyebeket is. Kérek szépen minden olyan kérdést mellőzni, ami a germán gyógytudomány tárgykörével nem fér össze, és senki ne adjon meg semmilyen linket, se elérhetőséget, se e-mail címet, se telefonszámot, mert ez a fórum, ez nem erről szól. Én köszönöm a figyelmet.